Ismét összegyűltek a vármegyében dolgozó iskolaőrök. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság az idei tanév értékelésén túl szakmai napot is szervezett a 34 fős állománynak. A fórumon az iskolaőrök mellett az oktatási intézmények képviselői, a programban dolgozó más szakemberek is részt vettek, többen elismerést vehettek át egész éves teljesítményükért. A program vármegyei koordinátora elmondta, az elmúlt évek tapasztalata az, hogy szükség van az iskolaőrök munkájára. Ezt az is bizonyítja, hogy egyre több intézmény csatlakozik a programhoz. Kihívást jelenleg a státuszok feltöltése jelent a vármegyében. Összesen 35 intézménye van együtt megállapodásra, a főkapitányság és az intézmények között. 35-ből 34-ben iskolaőr is van, egyetlen egy intézményünk van, aminek a feltöltése folyamatban van. Azt kell látni egyébként, hogy az 2020-ban a program 29 intézménnyel indult, tehát egyfajta folyamatos bővülés van. Nyilván van fluktuáció az iskolaőrök részéről, de folyamatos a felvétel, a képzés, a szolgálatba állítás, úgyhogy ezt a feladatot szerintem egészen jól tudjuk hozni. Az egy státusznak a feltöltése azt gondolom, hogy észre meg fog oldódni. Az ország 571 oktatási intézményében 579 iskolaőr dolgozik, akik ebben a tanévben összesen 199 intézkedést hajtottak végre. A vármegyében a tavalyihoz képest több esetben kellett intézkedniük az őröknek. Összesen 6 intézkedésre került sor a 2022-23-as tanévben, 4 bűncselekmény, egy szabálysértés és egy egészségügyi segítségnyújtásról beszélünk. Alapvetően a bűncselekmények, amelyek iskolában előfordulnak, az a garázdi elleni magatartások, testi sértések, amelyekben az iskolaőr közbeavatkozik, és hát ha kell, akkor kényszerítő eszköz alkalmaz, most ezt úgy kell elképzelni, hogy testi kényszerítő alkalmaz, mondjuk szétválasztja a verekedő feleket, ami azért egy tinédzser fiúnál már azért nyilván valóban az egy rendes fizikai erőt igényel. Tavalyi tanévhez képest kettővel több az intézkedési szám, mint korábban volt, de ugye azt kell látni, hogy több az intézmény is, és összességében azért ennyi intézményben, ennyi intézkedés figyelembe az országos adatokkal viszonylag alacsony számnak mondható, tehát kellően szenzitíven is és gömbérzékkel hajtják végre az intézkedéseket a kollégák. A szakmai napon az is elhangzott, 2020-ban bruttó 220 ezer forintot keresett egy iskolaőr, a bérezés pedig jelenleg bruttó 296 400 forint. Ez előremutató lehet az állomány bővítésénél. Az iskolaőrök munkája nyáron is folytatódik. Táborok, rendezvények lebonyolításánál is segítik az oktatási intézmények és a rendőrség munkáját.